Már a bemutató előtt hosszú sor állt a kisfaludi könyvtár egyik asztalánál, itt lehetett megvásárolni a háromszoros olimpiai bajnok kajakos Kammerer Zoltán eddigi pályafutásáról szóló kötetet, amely a Magyar Olimpiai Bizottság székházában megtartott premiért követően Győrbe is megérkezett. Olimpiai bajnok, ez a meccség is, Kammerer Zoltán és Kormoton, a A szerző Pálfalvi Gábor és a kajakos legenda mellett Szőlősi György a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, Schmidt Gábor a Magyar Kajakkenu Szövetség elnöke, Hüttner Csaba szövetségi kapitány és Vén Lajos mesteredző beszélgetett Kammerer pályafutásáról. Természetesen a színes sztorik is előkerültek. Testvérem és közöttem így a különbözők. A testvérem invitálásra kezdtem el kajakozni. Aztán 2 éve kajakoztunk és elmentünk egy külföldi versenyre, és anyukám adott nekünk 50-50 forintot. És kitalálta, hogy az a zseppénzünk az útra. Prágába mentünk egyébként, és akkor testvérem köztem, mi a különbség, le van írva szépen a könyvben, hogy neki odafele határ előtt már elfogyott a pénze, én meg hazajöttem 65 forinttal. Hozzátartozik, hogy ott könyvben nincs leírva, de megálltuk egy benzinkúton, és meghívottam magam, és rendes volt, és meghívott, és ezáltal nekem nem kellett hozzányúlva a pénzemhez, viszont kint voltunk Prágában, ott nem tudtam elkölteni, és visszafele valami szendvicset még eladtam, vagy ilyesmi is, és akkor így maradt 65 forintom. A közönség soraiban ott voltak jelenlegi és egykori világklasszi sportolók, mint a maratonista olimpikon Földingné Nagy Judit, a kajakosok, kenusok közül pedig Jós István, Ábrahám Csaba, Stanit László és Stanit Zoltán, Csaj Renáta, Kadler Viktor, Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső. Mindannyian győri sportolók, csak úgy, mint Kammerer. A második hazámnak tekintem mindenféleképpen Győrt, ugye tényleg otthon érzem magam, nagyon sok barátom van itt, nagyon sok ismerősöm van, különböző kapcsolatok, tehát én nagyon-nagyon szeretem a várost, azért 23 éve győri versenyző vagyok, és ha úgy tetszik, akkor igazából az egész komplet felnőtt koromat itt töltöttem. Ugye ifikor után 96-ig voltam ifjúsági versenyző, és 97 januárban itt kezdtem, tehát én azt mondom, hogy az egész felnőtt karrierem itt folyt eddig, és itt is fogom lezárni, azt megígéretem. A Kamera című könyvben nem csak a kiváló vezérevező szólal meg, hanem rajta kívül még 60-an csapattársak, edzők, sportvezetők, más sportágak olimpiai bajnokai és újságírók, akik elmondják véleményüket Kammerer Zoltán páratlan pályafutásáról.